Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol új dolgokat fogok tesztelni, és ezek közül egyébként egy csomó csak nekem új, úgyhogy lehet, hogy ti itt fogtok találkozni ismerős termékekkel, esetleg olyan termékekkel is, amiket ti már régóta használtok, és nagyon szerettek, vagy megvettétek, de nem vált be. De ha esetleg neked, aki most nézed ezt a videót, újdonság, amit mutatok, akkor lehet, hogy egy kis segítséget tudok nyújtani, hogy érdemes-e megvenni, vagy sem. Még mielőtt belekezdenék a videóba, szeretnék nektek pár dolgot megmutatni. Ezek közül az első az ez a kis csoda, amit nem régen szereztem be. És a vicc az egészben, hogy Bence csatornáján hamarabb volt, mint nálam. Ez egy rózsakvarc roller, és nagyon fancy-n tudom vele görgetni az arcomat. Igazából ez egy masszírozó eszköz, talán mondhatjuk így, és csak annyi a haszna, hogy tudod vele masszírozgatni az arcodat. És aki esetleg nem ismerné a rózsakvarcot, mint kristályt, annak elmondom, hogy rengeteg-rengeteg pozitív hatása van, csökkenti a pirosságot, a gyulladást, lehúzza a kis puffadást a szemed alól, esetleg az arcod többi részén, hogyha ott van. Úgyhogy ez az első, amit szerettem volna nektek mutatni. A másik dolog, amit nem biztos, hogy ti így kamerán keresztül észrevesztek, én már elkezdtem a hat alkalmas ahasavas hámlasztó kúrámat. Az első kezelést tegnap csináltam meg, és én már érzem a változást, ezért mondom, hogy ti lehet, hogy nem látjátok még onnan kamerán keresztül, viszont én már határozottan érzem, és sokkal jobb érzés a bőröm, illetve a pattanásaim, esetleges hegeim is kezdenek már elmúlni. De ezt, ami miatt felhoztam igazából, hozzátok lenne egy kérdésem, szeretnétek-e, hogy dokumentáljam az első naptól egészen a legvégéig a kezelésnek, hogy hogy néz ki, mik a változások hétről hétre, napról napra, kezelésről kezelésre. Ha szeretnétek, akkor itt most a kis i betűn, ezt szoktátok kérdezni, ahol kijön a kis i betű, ott rányomtok, ott tudtok szavazni, hogy legyen ebből hát valami kis dokumentáció, nem biztos, hogy ebből csinálok egy egész videót, de ha úgy gondoljátok, hogy megér egy egész videót, akkor azt a komment részlegbe írjátok le. Szerintem egy IGTV posztot fogok belőle csinálni, ha szeretnétek, úgyhogy ezt így szavazzátok meg nekem. És ehhez kapcsolódóan szerintem az utolsó dolog, amit szeretnék nektek elmondani, hogy október 4-én és 5-én kozmetikázom következőleg. Nagyon aranyosak vagytok egyébként, rengetegen írtatok az előző videóm után is, és tényleg kevés helyen van már, ezért, hogyha szeretnétek jönni, akkor írjatok, és hogyha szükségesnek látom, akkor még egy napot fogok betenni, hogy biztosan mindenki el tudjon jönni. És hogyha kifejezetten az ahasavas kezelés érdekel titeket, akkor is írjatok nekem e-mailt. E-mailben pedig meg tudjuk beszélni a részleteket, úgyhogy itt is van az e-mail cím, és ezen kívül a leírásba is leteszem nektek. És akkor most már szerintem elkezdhetjük a videót. Az előző vlogban, amit itt láthattok is, említettem nektek, hogy vásároltam pár sminkterméket, és szeretném ezt nektek megmutatni, hogy miről is van most szó. Lehet, hogy nagyon sokan használjátok, sőt tudom, hogy videósok közül is nagyon sokan használják ezt a terméket, vagy ennek a termékcsaládnak a termékeit, viszont én valamiért még nem próbáltam ki, úgyhogy úgy gondoltam, hogy most lesz a tökéletes alkalom, és ez a márka nem is lenne más, mint a Physicians Formula. Én nem tudom, miért nem próbáltam még, őszintén megmondom, hogy fogalmam nincs. Viszont azokat a termékeket, amiket most találtam, mindegyikből vettem egyet, és kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, őszintén megmondom, hogy van, amihez nagyon sok reményt fűzök, viszont van, amihez nem, és ezt majd el is fogom nektek mondani menet közben, hogy micsoda, de most közelebb hozlak titeket, és kezdjük el a sminket. Most, hogy megint extrém közelségbe vagytok, el is kezdhetjük. Az első dolog, amit fogok nektek mutatni, az egy primer, és nézzétek el egyébként, hogy olyan koszos minden, amit vettem, hogy valami hihetetlen. És már egyébként néztem az üzletbe is, hogy egy csomó csomagolás el volt szakadva, meg tiszta, koszos, meg majd mindjárt megmutatom nektek, de még egy valami, hogyha a hajamon fehér foltokat láttok, vagy fehér darabokat, akkor nem korpás vagyok. Tegnap parókát raktam fel, és a ragasztó még mindig rajta van a fejemen, mert ma is szeretnék felrakni, úgyhogy igen, ne értsétek félre. Szóval, az első dolog, ami itt van nekünk, az egy argán olajos primer, és látjátok, hogy itt is tiszta, ilyen nem tudom milyen,
és az üveg is maga tiszta kosz. De mindegy, nem ez a lényeg. Mostanában egyébként tökre bejönnek az ilyen argánolajos dolgok, mert elég száraz a bőröm, és nem tudom, mostanában nagyon szoktak tetszeni ezek. Úgyhogy gondoltam, kipróbálom ezt az argánolajos primert, és azt már elolvastam egyébként, hogy ez spré állagú, de mindjárt meg... Aha. Amúgy nem olyan nagyon durván olaj állaga van, tehát szerintem, hogyha nem csontszáraz a bőrötök, és esetleg szeretnétek valami kicsit hidratáló primert, akkor szerintem ez működhet, mert tök jó érzés. Illata olyan fura, de... Argán olaj with coconut water. Nem hiszem, hogy a kókuszt érezném az illatán. De nem rossz. Furcsa az illata, de nem rossz. Úgyhogy ezzel is fogom kezdeni, hogy gyorsan befújjam az arcomat. Megvárom, hogy egy kicsit beszívódjon, és nem is biztos egyébként, hogy el fogom kenegetni. És amíg beszívódik, addig tovább is mennék a következő lépésre, amit őszintén megmondom, hogy már most egy kész katasztrófának látok, és nem hiszem, hogy működni fog. Ami pedig nem más, mint az alapozó. Kétféle alapozó volt az üzletben, és nem is ezt a fajtát szerettem volna megvenni, mert ha jól láttam, akkor ez egy nagyon ragyogást fokozó, nagyon picit pigmentált, szinte ilyen BBCC krémszerű alapozó. Viszont mind a kettő fajtából egy az, hogy iszonyatosan kevés szín volt, rettenetesen, és a legvilágosabb színt vettem meg, és szerintem még ez is sötét lesz, bár csak üvegen keresztül tudtam megnézni, mert teszter nem volt, de ettől függetlenül úgy ítéltem meg, hogy a legvilágosabb fog kelleni. És ezt pedig látjátok, ez a Nude Wear alapozó. Fer és porcelán árnyalat, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Ki is bontom. Van egyébként hozzá egy kis ecset, és arra gondoltam, hogy az arcom egyik felét ecsettel fogom felvinni, ezzel, ami van a csomagolásban, a másik oldalt pedig Beauty Blenderrel. És valószínűleg az lesz a vége egyébként az egésznek, hogy Beauty Blenderrel át kell menjek az egész arcomon, de azért megpróbálom. Egyébként a csomagoláson azt írja, hogy hipoallergén, nem volt állatokon tesztelve, és dermatológiailag is tesztelt, úgyhogy elméleti szinten jónak kellene lennie. Az biztos, hogy a csomagolást imádom. Tehát nézzétek meg, kis masni, kis bőrborítás, nyilván műbőr, de bőrborítás. Egy nagyon cuki műszőr ecset, mármint hogy műanyag, értitek? De hát ezzel alapozni azért elég kicsi. És egyébként most egy kicsit megtapisztam a bőröm, ez a primer teljesen matra és ilyen szárazra leszáradt. Előtte be volt egyébként kenve az arcom, mert ugye a kezelés miatt, a hámlasztás miatt nagyon kell, hogy hidratáljam a bőröm, és kell, hogy legyen rajtam mindenképpen UV-védelem. Úgyhogy egészen jól hidratálva van, viszont azon kívül nem feltétlen érzem különösebb hatását a primernek. Kicsit felrázom, és a kézfejemre fogom kinyomni. Körülbelül amúgy hasonló a színe, mint az üvegbe, és egészen folyékony. De hát ezzel az ecsettel, hogy mit fogok tudni csinálni, szerintem a jobb oldalam lesz az ecsetes oldal. Jó tömött egyébként ez az ecset, de nem hiszem, hogy fog működni. Eljött az igazság pillanata. Talán még lehet is jó a szín. Hú, amúgy... Itt már látjátok, hogy mennyire oxidálódik. Tehát egy csíkot kentem fel először, és már sokkal-sokkal sötétebb. És egyébként elmondanám nektek, hogy én ezen nagyon meglepődtem, fogalmam nem volt, soha nem nézegettem a termékeiket, és nagyon meglepődtem rajta, hogy 5000 pluszos az alapozó is, 5000 pluszos a primer is, úgyhogy... drogériás, de azért a drágábbak közé sorolható, bőven. Nagyon durván oxidálódik, iszonyatosan.
És arra jó ez az ecset, hogy felvidd, de nekem nagyon kicsi és amúgy csíkos, tehát hogyha jobban rányomod, látjátok, ott hagyja a csíkot. Vagy gondolom, hogy látjátok, remélem. Úgyhogy át is váltunk Beauty Blenderre. És egy kicsit nekem alkoholos illata van. Először gyorsan mondom a véleményemet. A fedése ahhoz képest egyébként, hogy elvileg sír, tehát hogy ilyen áttetsző, ahhoz képest tök jó. Szinte nem is lehet látni a kis foltjaimat. Fedése tökéletes. Igazából nekem ennyi így hétköznapokra, vagy hogyha csak kicsit szeretnék sminkelni, akkor bőven sok. Az illata fura, úgyhogy az nekem nagyon nem jön be, és a tapadása még olyan odarakom, de nem szárad, hanem így elcsúszik. Úgyhogy az nem annyira szimpatikus, viszont azt le lehet fixálni. Úgyhogy ennek ellenére még lehet nagyon-nagyon jó a végeredmény. Látjátok egyébként, hogy nagyon csillog, viszont ez nem újdonság, mert ezt is írja a csomagoláson, hogy ez egy glowing alapozó. Egy valami nagyon sötét, tehát azért én nem a legvilágosabb szín vagyok, és nekem is sötét. Ha így megnézitek, akkor azért látjátok, hogy bőven van különbség. Nyilván, hogyha felhúzom a pólómat és eltakarja az egész dekoltázsomat és a vállaimat, akkor nem látjátok. Így egyébként tetszik, de sötétebb, mint amilyennek lennie kellene. Jöhet gyorsan a korrektorozás. Kicsit előtte megigazítom a szemem alatti részt. És Maybelline Age Rewindot fogom használni. Most újítottam be belőle, mert éppen kifogyott. Ez nekem egyébként egy Jolly Joker. Tehát az egyik kedvencem. Nem sokára hozok nektek egy olyan videót, ahol bemutatok egy kicsit prémiumabb márkát. Vagyis nem a márkát, hanem egy korrektort. De ez az egyik kedvencem. Teszek egy kevés korrektort ide az állkapcsomra is, mert élőben nagyon elüt a fejem és a nyakam, úgy is, hogy lealapoztam a nyakamat is. Őszintén megmondom, hogy így korrektorozás után kifejezetten tetszik, ahogy most kinéz a bőröm. Jöhet a fixáló por, amit a korrektoros videóban fogtok látni, úgyhogy nem mondom, hogy miről van szó. Ha egyébként van tippetek, hogy mi lehet ez a két dolog, amiről szeretnék majd nektek mesélni, akkor írjátok le a kommentbe, kíváncsi vagyok, hogy hányan jöttök rá, vagy találjátok ki. Egyre jobban kezdem egyébként élvezni ezt a sminket, amit most csinálok. Az alapozó, hogy ennyire, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen gazdag volt, és kicsit olajos, és kicsit nem tudom jól kifejezni magam, az az igazság, nem tudom elmondani, hogy milyen is volt a textúrája, és milyen volt az érzete, de ezzel a fixáló porral, amit használtam, szerintem tökéletes, úgyhogy jöhet a következő elem a sminkünkhöz. Ez pedig nem más, mint a Butter Bronzer, én még soha nem próbáltam, úgyhogy most itt van ennek is az ideje, viszont nem tudtam megvenni az eredetit, csak a light verzióját, mert az eredetinek szét volt szakadva a csomagolása, úgyhogy nem akartam úgy megvenni. Most már ennek is el van, mert elszakítottam, de ez a light bronzer. És egyébként tényleg brutálisan erős az illata. Nagyon kókuszos. Őszintén megmondom, én nem szeretem a kókusz illatot annyira, úgyhogy nekem ez egy kicsit túl erős. De hogyha ti szeretitek, akkor ezt egyenesen imádni fogjátok. És akkor a szokásos kedvencem, van hozzá egy applikátor, de ez nem ecset, hanem egy szivacs. Kirakja fel szivacssal a bronzosítót. Várom a kommentbe, hogyha esetleg én nem tudok valamiről, és ti szivacssal szoktatok kontúrozni, de
én maradok az ecsetnél. Remélem, hogy én is annyira fogom szeretni, mint a többiek. És akkor szokásosan először kezdem a nagy ecsettel. Kifejezetten tetszik. Az illata tényleg nagyon erős, még mindig, viszont nagyon tetszik, hogy más a színárnyalata, mint a Hula bronzeremnek. Nagyon régóta azt használom, és őszintén megmondom, hogy nem is próbálgattam mást, mert azt nagyon szeretem, viszont annak egy kicsit melegebb barna a tónusa, viszont ennek egyébként kicsit hidegebb, és kifejezetten tetszik, ahogy áll rajtam. Egy kicsit megerősítem még a járomcsontomnál, és szerintem, ja, és orromat is kontúrozni fogom, mert ki akarom próbálni, hogy milyen, és utána folytatjuk. És vissza is jöttem két szemöldökkel együtt. Tettem még egy kis pirosítót, és nagyon élem ezt a sminket. Szóval a következő lépésünk, ami megint csak physician formulás, az ez a highlighter. És ha ez tényleg úgy néz ki, mint ahogy a csomagolásba, akkor megvan az új kedvencem, viccen kívül. Megint elhagytam a highlighter ecsetemet, úgyhogy amivel az előbb kontúroztunk, azt egy kicsit kitörölgettem, és azzal fogok highlighterezni, viszont nem már. Húztam párat rajta, és ez a gyönyörű réteg teljesen le is jött. Szóval az az igazság, hogy így nagyon tetszik, de nem tudom, hogy ez meg fog-e maradni később is, amikor már nem lesz benne igazából az a csillogós réteg, amit az előbb lekentem róla. De most egy kisebb ecsettel a magasabb pontokra rámegyek. Ez úgy néz ki, hogy egy egyszeri alkalom volt, és nem is tudom, hogy mire fogom használni ezután. Látjátok egyáltalán? Hát ez nagyon-nagyon számítottam rá. De mindegy, vissza az elfhez, akkor... Erről van szó. Ez a highlighter, a kedvencem azóta egyébként, elmondanám mindenkinek. Úgyhogy, ha ti is szeretnétek egy nagyon brutál highlightert, akkor ezt. A szememmel nem túl sok mindent tervezek egyébként most. Lepúderezem a szemhéjamat. Húzok egy tusvonalat a Lush-nak az új szemhéj tusával, amit még egyébként nem is próbáltam ki. Megvan a tus, és tettem fel egy kis szempillaspirált, mindjárt teszem fel a műszempillát is. Az az igazság, hogy ez a tus, hát sokkal jobb, mint amire számítottam. Tehát azt már ugye mondtam nektek, hogy nem szeretem az olyan tusokat, amik ilyen toll formátumban vannak, és ehhez kaptam egy ilyen kis ecsetet végül is, és nagyon bejött. Az is rásegít a dolgokra, tudom jól, hogy iszonyatosan erős a cofom, és annyira ki van húzva a szemem alapból, tehát a bőröm meg van feszítve, hogy nem gyűrődik a bőröm, úgyhogy sokkal könnyebb meghúznom a tusvonalat, mint egyébként. De nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy ha ti is szeretitek ecsettel felvinni a tust, és nem ragaszkodtok ezekhez a tollas formátumokhoz, akkor szerintem próbáljátok ki, mert nekem nagyon könnyű volt, őszintén megmondom, pedig nem vagyok egy tus zseni. És akkor körülbelül készen is lennénk, feltettem a pillákat, és még mindig nagyon élem, tehát imádom őket. Az az igazság, hogy nagyon sokan mondtátok, hogy nem kellene pillát feltennem, mert nem is áll túl jól, meg túl nagy, meg túl ilyen, túl olyan, de lányok, főleg nektek mondom, hogyha egyszer használtatok műszempillát, és láttátok magatokat vele,
utána sose lesz olyan a sajátotok, tehát utána igényelni fogjátok, és hiányozni fog, szerintem legalábbis. Nekem mindig ez a helyzet vele, úgyhogy most is feltettem, kicsit még szárad, úgyhogy lehet, hogy kell rajta igazgatnom. Ez a rúzs pedig egyébként egy új ADN-es szerzeményem, a 05-ös színkód. Egy kicsit azt hittem, hogy rózsaszínesebb lesz, ilyen májvásabb talán. Nem olyan rossz, de még szoknom kell egy kicsit. Úgyhogy nézzük is szerintem, hogy miről mi a vélemény. Az alapozó az kifejezetten tetszik. Az eleje az nem, a felvitel és egészen addig a pontig, míg le nem fixel a púderrel, addig szörnyű, viszont szerintem a végeredmény az nagyon jó lett, az nagyon tetszik. Az, hogy ez az argánolajos primer alapvetően mit csinál, arról még nem nagyon van fogalmam, meglátjuk, hogy mennyire fogja bírni a sminkem az egész napot, és hogy tényleg ér-e valamit, tovább lesz-e tőle tartós a sminkem. Ez majd kiderül. Az biztos, hogy ez az egyik kedvencem lesz, tehát ebbe 1000%-ig biztos vagyok, és erre pedig azt mondom, hogy nem. Tehát, hogyha olyan lenne az egész, mint a legfelső rétege, akkor imádnám, viszont nem olyan, és így nem látom túl sok értelmét. Helyette viszont az elfeset azt nagyon ajánlom, azt próbáljátok ki. És ez a kis lásos szemhéjtus pedig állati jó. Biztos, hogy ezzel meg fogok majd próbálni normálisan tust húzni, úgyhogy mostanában több tust fogtok látni tőle. És a végszóra megérkezett Bence is! Hello! Merül a laptopom! Úgyhogy ennyi lett volna a Physicians formula, nem is tudom, minek hívjam ezt, tesztelésem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot. Ha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Kövessetek Instán is, ha esetleg nem tennétek még. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!